köszönjük szépen a Berkenyének a meghívást. Nekünk pont így a felkészülésünkbe beleillett ez a torna. Van egy nagyon nagy keretünk, és így most minden játékosnak tudtunk adni legalább, hogy egy mérkőzést tudjon játszani. Igazából én azt gondolom, hogy voltak összességében a két mérkőzésen voltak nagyon jó dolgok, persze még nagyon sok hiba is van a játékunkban. Én azt gondolom, hogy ebben az időszakból vagyunk most a felkészülésben, ez tökéletesen nekünk megfelel. És még egyszer köszönjük szépen a Berkenyének a meghívást. Első körben szeretném megköszönni a Berkenyieknek a meghívást erre a kis villámtornára. Nagyon jó célt szolgált a felkészülésünk második hetébe vagyunk, és ez a Veres és a Berkeny elleni mérkőzés nagyon jó célt szolgált a felkészülésünkben. Augusztus 21-én kezdődik a bajnokság, és nagyon jó dolgokat láttam mérkőzés közben a csapattól. Van, amit javítanunk kell még, de ezen leszünk a következő hetekben. Először is köszönjük, hogy eljöttek a csapatok, ugye a Veresegyházat, illetve a Szászromotta. Azt gondolom, hogy két nagyon jó csapattal találkoztunk, hogy a Veres az kiemelkedett, ez extra jó csapat, azt mondom, hogy NB3 körüli csapat, de a Szászromotta is nagyon jó csapat. Hát mi sajnos nem úgy szerepeltünk, hogy ezt elvártam. A másik meccsen igaz, hogy rúgtunk 4 gólt, de hát rengeteg gólt kaptunk, fegyelmezetlenségek voltak, pontatlanságok. Hát ugye 50 percig jól játszottunk, utolsó 10 percben történt teljes káosz volt, mindenki gólt akart rúgni, nem tudom, rohangáztunk előre, 4-1-ben hozták ránk a labdát. Értetetlen, minden esetre el kell beszélgetni egy pár játékossal. Egy hetünk van arra, hogy most már igazán összeszedjük magunkat, mert éles meccs következik, ugye a Tiszaújvárosi kupameccs, utána a bajnokság. Nem játszottunk rosszul támadásba, de a védekezésünk az botrányosra sikeredett a mai napon. Megyünk tovább, van még egy hetünk, próbálunk fölkészülni. Hát először is köszönjük a Berkenyének, hogy meghívott minket itt a Málnakupára. Nagyon szépen köszönjük. A felkészülésünk közepén járunk most jelenleg, úgyhogy két meccset játszottunk már elég nagy terheléssel. A felkészülésből is, illetve a csapatról az újabb évén erősítések jöttek, akikkel szerintem ott lehetünk a bajnokság elején, amely jó ér, úgyhogy kohézió nagyon jó, úgyhogy remélem, hogy így megy tovább, mint ahogy eddig a felkészülések voltak, és át tudjuk vinni a bajnokságra ezt a sikerszériát, amit az edzőmeccseken nyújtunk.